1892-ben kimentem Münchenbe az Ottani Akadémiára. Hákl rajziskolájában két évig rajzoltam. Onnan Hökker Pál festőiskolájába kerültem, amelyben egy évig dolgoztam a mesternél, aki egész iskolájával a nyári fél évben kímzére vonult. Ott a szabadban készítette tanulmányait, ami akkor még új volt az akadémián. Ott kaptam a legelső inspirációt a plener festéshez. Nagy ambícióval dolgoztam nála, egy díjjal is kitüntetett, de egy korrektúra alkalmával nézeteltérés volt közöttünk. Valószínűleg neki volt igaza. Összevesztem vele, mert az akkori tanárok két részre oszlottak. Tudni illik, és nem szecesszió. Másnap beálltam az öreg Raubhoz, aki nagy örömmel felvett. Hozzá hiába jött panaszra a szecesszionista ökker. Néhány hétig Rautnál dolgoztam. Igazán gyatra egy festőiskola volt, amennyiben a legtehetségtelenebb növendékek gyűlhelye volt. Meguntam, és egy nagy elhatározással felkerestem Wilhelm von Dietz tanárulat, aki ugyan nem volt szecesszionista, de a legkeresettebb és legkitűnőbb iskola volt. Az öreg Dícnek elbeszéltem a hökkerrel való esetemet. Díc a legdühösebb ellensége volt az akkor fellépő szecessziónak, és éppen, hogy hökkert bosszantsa, felvett anélkül, hogy munkáimat megnézte volna. Még aznap elkezdtem nála dolgozni. A díciskola iskola rám óriási hatással volt, nem annyira az ottani festés, mint inkább az, hogy a nagy művész megtanította az embert arra, hogy kell egy művésznek az életet nézni, és mennyire nem szabad a művészi ideáltól egy tapottat se eltávolodni. A legmagasabb művészi célt és legkonzekvensebb kitartást a cél felé csepegtette növendékeibe. Díc tanár úr alatt egy magyar történelmi kompozíciót készítettem, Mátyás király fogadja Beatrixot Székesfehérvár előtt. Úgy beszéltük meg, hogy ő felvesz sűlernek, és az ő vezetése alatt megfestem a képet. Másképp történt. Az eddig élvezett ösztöndíjat megvonták tőlem, és haza kellett jönnöm Budapestre. Itt Benczúr iskolába találtam felvételre, és itt kezdtem el a történelmi képet. Eleinte jól ment a dolog, azonban később ingadozni kezdtem, vagy én nem értettem meg Bence úrmestert, vagy ő másképp képzelte el a képet, mint én. A kép rosszabb és rosszabb lett. Végre abba hagytam. Tavasz volt, nagy morális katseliem mergyötölt, megszöktem Pestről vidékre. Sárpatakon egy rokonomhoz, egy református paphoz menekültem, és ott festettem a Hazatérők című, a múzeumban lévő képemet. Ekképpel 1897-ben léptem először nyilvánosság elé. A műbarátok ösztöndíját kaptam a képre, az állam megvette 120 forintért, és mint Bencúr úr növendék, egy kopírozó díjat, 1000 forintot is kaptam. Ennyi pénzzel bőségesen ellátva Olaszországba utaztam. Három hónapig Velencében bámultam a ragyogó velenceieket, ahonnan Florence mentem, és megbízásomhoz híven egy filippínó lippit másoltam az ufficiban, a mesteriskola részére. Közben Rómában is voltam, igaz rövid ideig, de itt találtam azt a két képet, amely az eddig látottak között leginkább hatottak rám. Velázquez innocent pápa arcképe, és Tizián mennyei és földi szerelem című képe. A Müncheni Iskola után a szabad és zseniális olasz piktúra nagy hatással volt rám is. A Bencúr Iskola letelte után végleg vidékre tettem át működésem helyét. 1905-ben pályáztam a római díjra, melyet két évig élveztem. 1912-ben Szentesre költöztem, ahol magamnak igen megfelelő témákat találtam. Egy tanyán vettem lakást, azóta úgy szólván mindig ott tartózkodom kivéve azt a kilenc hónapot, melyet 1913 nyarán és 1914 elején Párizsban töltöttem, ez nagy hatással volt rám, és azt hiszem, munkáimon is észlelhető. Első ízben voltam ekkor Párizsban. 1917 őszén az Ernst Múzeumban kollektív kiállítást rendeztem a szentesen készült dolgaimból. E képek közül az egyikre a kukoricatörésre, később a műcsarnokban a Wolfner díjat kaptam. Az utolsó két évet szolnokon töltöttem a művésztelepen, és az ott készült képeimből, valamint a még meglevő szentesi képeimből rendeztem jelenleg 1920-ban második kollekciómat az Ernst Múzeumban. Aki nem ismeri és nem tudja, hogy kicsoda, meglepődve hallgatná Kosta Józsefet. Az igénytelen, külsejű, egyszerű kis ember, akit mindennek inkább néznénk, csak nem festőművésznek, változatos, gyönyörűséges és nehéz esztendőket élt keresztül, míg a máig eljutott. Brassóban születtem, még egész kisgyerek voltam, mikor a városban járkálva megálltam egy kirakat előtt. A kirakatban egy olajfestményt fedeztem fel, egy arcképet. Ön arckép volt egy brassói fotográfus festette maga magáról. A fotográfus orrán jobb felől volt egy szemölcs, sokszor láttam a valóságban is. Ez a szemölcs olyan hűséges és őszinte volt a képen, hogy szinte meg akartam fogni az idegen keresztül. Sokáig nem tudtam megválni a képtől, és még sokszor eljártam a kirakathoz a szemölcsöt bámulni. Elhatároztam, hogy megtanulom a fotográfus mesterséget. Aztán az a kerül, itt a Bencúr iskola növendéke lesz. Nem mondja Bencúr, csak Zével, ilyen formán Benzúr. Benzúr nem szeretett, sőt, ellenségem volt. Eleinte is, később is. Leszavazta az ösztöndíjamat, leszavazta, hogy képet vegyen tőlem az állam. Most, ha élne, megcsókolnám a kezét, nagyon elkeserített, nagyon rossz évet szerzett, de ezzel csak a szorgalmam nőtt, növekedett, és a dac lázadt fel bennem, hogy azért is megmutatom, hogy tudok. Éreztem magamban a tehetséget. Kilenc éve dolgozik a szentes melletti tanyán. Ami jó, azt itt csináltam, mondja. Ami igazán sikerült, az itt lett ebben a környezetben. Aztán elpanaszolja, hogy a románok elvitték legnagyobb és leghatalmasabb munkáját. Óriási méretű vászon, történelmi jelenetet örökített meg ecsetjével a festő. A tárgya, Mátyás király fogadja beátriszt Székesfehérvár előtt. Majdnem három évig dolgozott rajta, és a román invázió erre volta. Újra meg akarom festeni ezt a képet, bizakodik. Ennek az egynek az elrablása fája legjobban a többi, amit elvittek a románok, nem ejtett olyan mély fájdalmas sebet. Látszik rajta, hogy egyetlen vágya hatalmasat alkotni. Szinyei májusáról úgy beszél, mint a legkiválóbb magyar képről. Szinyeit különben is nagyon szereti, meg Pál Lászlót, akit többre értékel munkácsinál is. Koszta József láttára, ahogy eredeti alakja a kávéházban vagy a klubban nagy ritkán felmerül, mindig az ötlött eszünkbe, hogy a góbi sivatagról jött, és éppen csak kedvünkért töltözködött át. Kis ős magyar, bár erősen mongol vagy kínai arcvonásokkal, ki ennek a megmondhatója, mégis magyar beszédű, amiben azonban szívesen kever német szavakat. Festése eredeti, színes, egyéni, magyaros. Most hallgassuk egy kicsit Koszta Józsefet. Mit beszél munkájáról, életéről? Reggel felkelek hatkor. Kimegyek, megnézem a teheneket, aztán bemegyek a műterembe, megnézem, hogy mit is csináltam tegnap. Napközben csatangolok, barangolok, és kiválasztom a témát, amit meg akarok festeni. Az embernek ilyenkor már az idegeiben van a kép, izgatja. Összeszedem cókmókomat, s megyek kifesteni. Nyáron, úgy a délután öt óra körüli hangulatot szeretem, délelőtt kissé nüchtern, ízetlen a természet. Dolgozom vagy két óra hosszat odakünn, tovább nem, mert változik a világítás. De néha tízszer is kimegyek, ugyanahoz a témához. Oda-haza alig korrigálok rajta valamit. Csak a természet előtt szeretem festeni a képet. Néha persze kínlódik az ember, mint a kutya. és a tizedik próbálkozás után hirtelen levakarja az egészet, mert érzi, hogy ez nem az, amit szeretne. Akkor aztán fellélegzik, mert az a sok odakent vacak nem dögleszti a színt. Az érzések újra frissek, s a piktori lendület újra forrong. A killódás aztán mégis kifizetődik. A három királyok című képemen, ami a múzeumban van, tavasztól őszig dolgoztam, s nem jutottam semmire. Akkor aztán egy új vásznon pár nap alatt megfestettem, s jó lett. Képekre, se régire, se újabbakra nem gondolok festés közben. Nagyon szeretném utánozni a nagy mestereket, Velászkészt t Gólyát, vagy akár egy Claude monet akiket szeretek, mert ők is őszintén azt csinálták, amit láttak. De nem tudom. Csak a természetet magát. Csak hozzá tudok ragaszkodni. És csak így lesz jó a kép. A kispekulált hideg képeket nem szeretem. A művészet szóljon a lélekhez. Voltam tavaly pár hónapig Párizsban, sok képet láttam, de ezek az új irányzatok, divatok hamarosan elmúlnak. Lehet, hogy nem értek hozzá. Hiába mondja valaki, beszéljek arabusul, ha nem tudok. Vannak jó nevű piktorok, kik egész életükben hatások alatt dolgoztak, mindig utánoztak. Ez nem ér semmit. Igen, akik a saját nyelvükön beszélnek. Egy Rembrandt, vagy akár egy Mané. A piktor, aki nem a természetben, mélyen a földben gyökeredzik, az nem az igazi. Annak a fantáziája csak agyaglábakon jár. A kiagyalt kép sohasem lehet jó. Technikailag tán érdekes, de nincs igazi súlya. Mi csinálok, ha nem festek? Kicsit veszek szem a cseléddel. A szénát hozom rendbe, a gyümölcsfáimat ápolom, tisztítom, kefélem őket. Felmászok egy odatámasztott létrán, s ettől a kis munkától nagyot lélegzik az ember a friss levegőn. Néha bemegyek a városba, a kávéházban, elbeszélgetek a fiatalsággal, sok művelt, okos ember akadott. Nagyokat sétálok, újságot olvasok. Jó a falun a tanyán. Megvan a fizikai és lelki kielégülésem, és ami a fő, pingálhat az ember biztú be buszlózikkait. Ájulásik. Mi volt a legnagyobb sikere? 1917-ben az Ernst Múzeumban rendeztem kollektív kiállítást, amelynek hatása egészen kivételes volt. Két nap alatt 63 képemet vették meg. 1920-ban és 1922-ben rendezett másik két kiállításomon is hasonló jó eredményt értem el. Kiállításaim eredményeit sajtósikerem is támogatta, ami aztán elindította útaimat külföldre is. Mert azóta csak nem minden nagyobb világkiállításon szerepelnek képeim. Külföldi vevőim közt van az angol király, Mussolini és az olasz arisztokráciának több tagja. Hogy került szentesre a mester? Itt jártam az Alföldön ezelőtt húsz éve. Kocsin utaztam, amikor egyik tanya előtt meglepetéssel állítottam meg a kocsit. A tanyához ugyanis egy festőműterem volt építve, és ez engem annyira megkapott, hogy leszálltam a kocsiról, és egyezkedni kezdtem a tanya birtokosával és nem telt bele hosszú idő, meg volt az alku. A tanyai műtermet kibéreltem, és mindjárt le is telepettem benne. Tíz évig laktam ott, és másik tíz év óta lakom Várfokon, a saját tanyámban, ahová a lakos birtokról költöztem át. És meg tud elégedni ezzel az élettel a mester? Csak itt érzem magam jól, és csak itt tudok igazán dolgozni. Összes munkáim, amelyekkel feltűnést keltettem, mind mind tanyai alkotásaim. A magyar táj színei, hangulatai, annyira lenyűgöző hatással vannak rám is annyira idekötnek, hogy úgy érzem, másut nem is tudnék dolgozni. Annyira magáévá tett és áthasonított a magyar föld varázsa, hogy talán élni se tudnék már nélküle. És képeim, amelyeket itt alkottam, talán a magyar táj hangulat kifejező erejével képesek annyira hatni, mint azt a külföldi elismerésekből látom. És hogy speciálisan miért lakom éppen szentesen, arra csak azt mondhatom, hogy ez az a táj, amely leginkább a legegyetemesebben viseli magán a magyar faiságot, a magyar táj jellegzetességeit. A mester megígérteti velünk, hogy többször felkeressük meg őszintén szólva kicsit unja magát benne a városban. És a tanyán kérdezzük csodálkozva. A tanya az más, az az én világom, az a színek birodalma, de itt csak falak vannak, és emberek. Csongrád mellett van egy kis tanyám, mondja, ott élek. Szerény major, néhány állat, szárnyas, meg pár tucat gyümölcsfa van rajta. Ólak, tanyai épületek. Ott élek és dolgozok. Mindig szabadban festek. Reggel korán kezdem, ameddig látok, nem hagyom abba. Este nyolckor fekszem, néha már hétkor. Igen egyszerűen élek, húst egyszer eszem naponta. Vacsorára kis kávé, kenyér, meg gyümölcs járja. Nem iszom, nem dohányzom, pedig valaha nagy füstös gyerek voltam. Hetven cigarettát, meg öt-hat szivart is elszíttam rájöttem, hogy az ital meg a dohány ártalmas szenvedély. Olvasgatok elalvás előtt, meg néha éjjel, ha felébredek. Adit olvasom, valaha nem szerettem, most annál jobban. Megértem, nagyon fel tud piszkálni. Hát kérem, így élek, egyszerű ember vagyok. Több mint negyven éve már, a millenium évében történt, hogy hazajöttem Münchenből, ahol négy és fél évet töltöttem az akadémián. Voltak éppen nem a mestereim tanítottak, hanem a bajor főváros csodálatos műkincsei, és az a lenyűgöző példa, hogy a német akadémikusok milyen szorgalommal igyekezték pótolni, ami a tehetségükből hiányzott. Mondhatom, elállt a szemem szám, hogy mi magyarok művészi tekintetben milyen tehetségesek vagyunk, és akkor ébredtem tudatára, hogy mire mehetnénk, ha úgy tudnánk vigyázni tehetségünkre, úgy tudnánk gazdálkodni vele, mint a németek. Máról holnapra érlelődött meg bennem az elhatározás, hogy hatörik, ha szakad, de megszabadulok azoktól a hibáimtól, amelyek magyar hibák bennem. Természetesen azzal akartam használni, amire születtem, a művészetemmel. Először hegyek közé mentem, hiszen hegyvidéki ember volnék, Brassóban születtem, és csak suhanc fővel kerültem el szülőföldemről. Ugye, el se hinné rólam, akit az Alföld festőjének tartanak nyilván. Aztán a Dunántúlon kóboroltam, ott találkoztunk a feleségemmel, míg végre 35 éve már elértem az Alföldre, Petőfi hazájába, hogy többi el se tudjak szakadni tőle. Ő maga nagyon szigorú bírája saját műveinek. Annuska emlékezik, Istenem, mennyit sírtam Rómában, hány képet összetépet elégetett, mert nem tetszett neki, amikor készen volt. Pedig olyan szépek voltak. Azt persze te tudod, Annuska, dohoga festő, hogy szépek voltak-e, te jobban tudod, mint én. Később irodalomról folyik a szó. Különösen az erdélyeket szeretjük, mondja Koszta. Az uram nyírőt, én Tamásit, teszi hozzá Annuska. Erdély, szólok én, és nem tudok egyebet mondani. 25 éve nem láttam, tűnődik a festő. De szeretném még egyszer látni. Talán hazajár a lelkem időn erdélyírásokat olvas, hazalátogat ösztönösen, és félig hazátlanul művészi hazájában is. Nem adom el a képeimet, mert nem akarok szétszóródni. Nekem nincs örökösöm, nincs folytatásom, nincs tanítványom. Ha meghalok, megszakad a vonal. Senki sincs, aki az örökségemet tovább vigye. Én a magyar festészetben egy magányos pont vagyok. Ha szétszórom a képeimet, az életemet nem dokumentálja semmi se. A képeimet az államra hagyom. Válogassak ki a legjobbakat, helyezzel a múzeumban vagy akárhol. Fontos, hogy egy teremben legyenek. Hadd váljék érzékelhetővé a fejlődési vonalam, ha ugyan egyáltalán valaki kíváncsi kíváncsireám. Mondja kedves, ez az új nemzedék ismeri engemet. Az új festő nemzedékre gondol, mester? Elvékonyult, gyerek kezével bosszúsan legyint. Á, dehogy is rájuk gondolok, absztraktok, és különben sem törődöm velük. Mester, a fiatalok, nem figyelem a fiatalok útjait. Amit belőlük látok, annyi, hogy minden nap új útra tévednek, és egyik úton sem ennek végig. Nem látom, mit akarnak. Ó, biztos, hogy a problémáinkat lassan meg fogják oldani, biztosan, de én nem segíthetek nekik. Én a keresésen túl vagyok. Én már egy vénember vagyok. Én már nem nézek előre, csak visszafelé lát a szemem. Mi az, mester, amit ön a művészet csúcsáról visszafelé nézve önmagából lát? Az alföldet szerettem festeni. Engem csak a magyar sors érdekelt. Kosta az a festő, akinek a képeire még egy színbak is a színek nyomán emlékszik. Tiszta kék ég alatt a kukorica tébojda sárgája. Kis fehér ház, de olyan fehér, hogy vakít és hunyorogsz, ha ránézel. És a zöldje, és a pirosa, feledhetetlenek. Ezek a színek úgy evődnek bele az agyadba, mint fangok színei. Zrínyi utca négy, bent egy ágy, egy dívány, egy szék, kredenc és parhelt. Középen egy nagy karosszék. Abban ül. Mint a felesége mondja, reggeltől estig. Hangosan kell beszélnünk, pedig a megilletődés most éppen csendre intene. 87 év törődöttsége egy különben is madárcsontú testen. A beszélgetés engem tesz próbára. Az igyekezet, hogy lépést tarthassak. Úgy vág bele az aktuálisba, mint egy ideje kimért tájékoztatási államtitkár. Milyen sikere van a londoni kiállításnak? Hallom, hogy a déli telegráf jót írt, mondja. Bevallom, hogy én nem hallottam. Elnéző, bólint rá. Utána azonban tényleg küszködni kezd a szavakkal. Ki akarja mondani, amit kimondani még egyetlen festő sem tudott. Miért festett úgy, ahogy festett? Egy szó. Ez csapdos át minden mondatán. Magyar.